Nem volt szokványos az idei kék szalag. Az időjárás keményen próbára tette a vitorlázókat, akik ennek ellenére jól helytáltak. A verseny, noha a szerda esti vihar néhány hajóban komoly kárt okozott, végül az előre meghirdetett időpontban, csütörtökön reggel 9 órakor startolt el. 450 vitorlás vágott neki a 155 kilométeres távnak. A vitorlázás örök sport, a legidősebb versenyző 86 éves volt az idei kék szalagon, a legfiatalabb pedig mindössze 9. Óriási érdeklődés kísérte a díjkiosztót, melyet a Görögfaluban található rendezvénysátorban tartottak meg. Sorra érkeztek a csapatok a kategóriánkénti eredményhirdetésre. Az első három helyezett állhatott fel a dobogóra. Így az összevont cirkálók hajóosztályában a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is, a Tabu hajó legénységével ők bronzérmesek lettek. Ugyanitt a második helyet a Kishamis, míg a győzelmet a Daruvár csapata szerezte meg. Kollár Lajos elmondta, emlékezetes marad a 48. kék szalag. Nagyon különleges volt a 48. idei kék szalag verseny, két nappal a verseny előtt, még annak a lehetősége is felvetődött, hogy elmarad a verseny a meteorológiai viszonyok miatt, és ezúttal is köszönöm a meteorológiai szolgálatnak, Horváth Ákosnak, és a Siófoki vízirendészet kapitányának, Horváth Lászlónak, hogy nagyon megértően álltak hozzá, amikor a válságstáb összeült, és végül is engedélyezték a verseny indítását. Óriási szerencsénk volt, hiszen a csütörtöki versenynapon erős, kellemes, jó szél volt, de nem volt annyira viharos szél. Mi magunk részéről teljes vitorlázattal csináltuk végig a versenyt. A katamaránok között kemény küzdelem folyt Litkei hajója és a 50-50 között. Végül egy kis szélcsendet követően a badacsonyi árnyékból kilépve élénkült meg újra, és ezt jól használta ki a fesztipei. Így a 12. kék szalag győzelmét ünnepelhette Litkei Farkas. A díjat Nagy Istvántól, Magyarország svájci nagykövetétől és Svájc magyarországi nagykövetétől vehette át. Látszott, hogy nincs az a nagyon erős szél, mint amit a meteorológia ígért, úgyhogy kinyitottuk a vitorlákat, és elindultunk a mezőny után, akik akkor már egy 4-5 perces előnyben voltak velünk szemben. Kenesén 4. helyen fordultunk, és ezt a pozíciót tartottuk nagyjából Ábrahám hegyig, amikor a 2. és 3. hajót sikerült megelőzni. És aztán Szigligeti öbölben legyengült a szél, és az addig vezető 50-50, aki szintén kevesebb vitorlát vállalt az előrejelzéseknek megfelelően, ő már nem tudott ezen változtatni, mert az ő vitorlájuk az akkora, tehát kicsi, és ott gyorsabbak voltunk náluk, de kezdve jövőben egy szép előnyt sikerült kiépíteni, és a hazafelé úton pedig ezt megtartottuk. Nagyjából ez volt a versenynek a története. Az egytestű vitorlások között Oroszlán Péter kormányzásával győzött a Principessa, második pedig a Rafika lett. A csapat jól szerepelt, volt egy kis technikai hibánk a visszafelé jövő úton, és ez rányomta a bélyegét az utolsó szakaszra. Felszakadt a légkocsi a hajónak, ami egy kis bizonytalanságot adott a csapatnak, és onnantól kezdve egy picit óvatosabban vitorláztunk, ami azt eredményezte, hogy le kellett lassítanunk, és sokkal lassabban tudtunk haladni. Aztán átértékeltem a végén, mikor láttam, hogy az ellenfél hajó elén került, akkor elkezdtünk kockáztatni, de az már késő volt. A számtalan hajó kategória értékelésén túl külön díjakat is adtak át. Az egyik legértékesebbet, a győztes által alapított Litkei Bence emlékdíjat idén a Liza kapta, mely a legjobb hagyományos egytestű hajónak bizonyult. A balatoni és a genfi tó közötti jó vitorlás együttműködést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Király Zsolt szervezésének köszönhetően Montreux-ből érkezett alpesi kürtösök nyitották meg a díjkiosztó ünnepséget.